Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Varázshegyen, az intenzív irodalom órán. A mai programpontunk, első programpontunk az egy beszélgetés lenne, egy közvetlen beszélgetés két előadónkkal, Viski Andrással, aki Kolozsvárról érkezett, író, költő, drámaíró, dramaturg, tovább nem, és Reisinger Jánossal, aki irodalomtörténész, előadó, az MTA volt tagja. De mielőtt elkezdeném ezt a beszélgetést, azelőtt engedjétek meg, hogy személyes vallomással kezdjem, mert többen kérdeztétek, hogy miért pont ők a meghívottak, és hogy ez nem véletlen, hogy ők a meghívottak. Mert hogy az elmúlt időszakban nagyon sok Viski Andrást olvastam, és hát nagy szerelmese lettem az alkotásainak. Tulajdonképpen épp a tegnap beszéltük el, hogy az első találkozásunk nekünk 20 évvel ezelőtt volt. Ő nem emlékszik rám, de én igen rá, mert akkor már ilyen 20 éves voltam, és emlékszem arra, hogy megfogalmaztam magamnak, hogy igen, ez egy hiteles ember. És akkor újból visszajött Viski András sok-sok év elteltével, és újból intenzíven kezdtem olvasni, és azt gondoltam, hogy neki itt van a helye. És olyan kedves volt, hogy bár a tegnap bevallotta, hogy semmilyenféle meghívást nem szokott elfogadni, ezt mégis elfogadta. És ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök. Reisinger János. Tavaly találkoztam először vele, és meghallgattam egy pár előadását, és ami lenyűgözött igazán, az a lexikális tudása volt, hogy játszik könnyedséggel, idézett klasszikusokat, a zsebéből vette elő. És azt gondolom, hogy neki is itt van a helye, lévén, hogy ugye Pilinszky centenárium az idén, és ha jól tudom, akkor Reisinger János személyes ismerőse volt Pilinszkynek. És akkor ezt gondolom, hogy egy színes színfolt lehet a mai nap előadásaiban. És akkor megnyitanám ezt a beszélgetést, ami igazán azért gondoltam, hogy beszélgetéssel kezdünk, hogy egy picit lássunk be az alkotók mögé, az előadók mögé, hogy mi rejtőzik az alkotó mögött, milyen az az ember. Hogy egy picit közelebb kerüljünk egymáshoz. És mielőtt feltenném a kérdéseimet nektek, azelőtt szeretnék bevezetésképp olvasni egy részletet. Mindjárt mondom is, hogy honnan. Előbb elolvasom. Beszélgetni nehéz, beszélni se könnyű, valamiről beszélni, de ott segíthet a valami. A beszélgetéshez valaki kell, valakik. És mindez még nehezebb, ha úgynevezett interjúról van szó, mert az interjú nem beszélgetés, a beszélgetés nem interjú. Hogy mégis sikerüljön egy ilyen vállalkozás, ahhoz tehát nem elegendő, hiányzó mi, nem elégek a kik, ahhoz szerencse is kell. Kegyelem, mondaná Pilinszky, mondaná Viski, gondolom én, írja Eszterházy az előszóba Viski Andrásról szóló könyvben. És akkor rá is térnék a beszélgetésre, és úgy gondoltam, hogy a beszélgetésünknek három alappillére lenne, ami úgymond közös a két előadóban, közös pontok, érintkezési pontok, és ez nem más, mint az értelmiségi lét, az alkotás, a költészet, illetve az istenhit. Lehet, hogy ezen kívül még vannak közös pontok, de hogy én ezt kívülről, ezt a hármat állapítottam még, hogy lehetne a mai beszélgetésünk témája. És akkor kérdezném is az első kérdésem. És persze azt is el szeretném mondani, hogy a kedves kollégák is kérdezhetnek bármit, hogy legyen kötetlenebb a beszélgetés. Tehát bármikor kérdezzetek, hogy legyen gördülékeny ez a beszélgetés. Tehát az első kérdésem az lenne felétek, hogy
kik voltak azok a személyek, vagy melyek voltak azok az események, vagy történések, helyzetek, amelyek arra predesztináltak titeket, arra az útra predesztináltak titeket, ahol most vagytok. Tehát meséljetek esetleg gyermekkori élményekről, helyzetekről, eseményekről, amelyek meghatározóak voltak az életetekben. Erről szeretnélek fogadni titeket, mindkettőtöket. Egy pontosítással kezdeném, hogy Ágnes azt mondta, hogy nem fogadok el meghívásokat. Az utóbbi másfél-két évben nem fogadok el meghívásokat, és mindent visszautasítok, mert egy olyan munkán dolgozom, ami nem teszi lehetővé azt, hogy tartósan kiszakadjak belőle. És ez a munka, hogy meddig fog tartani, nem tudom, hogy egyelőre nem látom a végét. Az én életem úgy kezdődik, hogy nincsen semmiféle emlékem, most sincsen egy szabad életről, amit aztán elveszítek és fogságba kerülök. Az én életem a fogsággal kezdődik, ez az első tudatos emlékem önmagamról. Az apám már nincsen velünk, börtönben van, én egy börtöntölteléknek a fia vagyok, erre nagyon büszke vagyok. Egyébként bennünket meg kitelepítenek, tehát az első emlékem az, hogy anyám sír, egy marhavagonban vagyunk, katonák vigyáznak ránk, és anyám tehetetlen. Tehát a fogság határozza meg azt, aki vagyok. Ebből következően a fogság és a szabadság dinamikája határozza ezt meg. Apám nincsen, 7 éves, elmúltam, 7 és fél éves volt, amikor megismertem az apámat, mert kiengedték a börtönből. A büntetését, ami 22 év volt, nem függesztették fel sohasem. Egész életében nem függesztették fel a börtönbüntetését, mert ezzel próbálták sakba tartani, de az apám egy olyan ember volt, akinek volt egy olyan szabadság szférája, amit nem lehetett elvenni tőle. A börtönben sem. És azt hiszem, hogy talán elsőrendűen ezt tesz bennünket emberré. Tehát mindaz, ami vagyok, szoktam mondani, az apámból vagyok, meg az anyámból vagyok. Az anyám történeteiből, sírásaiból vagyok, amit általában megpróbált elrejteni előlünk a gyermekek előtt, de hát ez nem mindig sikerült neki, rajta kaptuk sokszor. Abból vagyok, hogy anyám átment abban a lágerben, amiben voltunk, egy klinikai halálon, és visszatért közöttünk, tehát közénk, tehát tudni vélem, hogy mi az, hogy halál és feltámadás. Mi az, hogy alászállás és fölemelkedés. És az apám várakozásában telik el a gyermekkoromnak a jelentős része. A lágerben azt ígértem az anyámnak, mikor sírni láttam, hogy ne sírjon, mert én úgyis megírom mindazt, ami velünk történt. 4 évesen voltam, nem tudom, hogy én ezt honnan szedtem. Nagyon gyarló módon próbálom ezt a halálfeltámadást, vagy ezt a szabadítás történetet megírni, de ezt teszi ki az életemet. Mindenben, amit csinálok, azt hiszem. Mikor Ágnes sorolta, hogy mi mindent csinálok, ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy én az ősdilettáns vagyok, mert mindent csinálok, minden érdekel valahogy, mindenütt ki akarom próbálni magamat, tehát minden létező gerebébe belelépek. Minden tulajdonképpen az apámnak ebből a csendjéből, meg a világban való létezéséből van, azt hiszem, de hát aztán meg nekem is felnőtté kellett lennem, ami mindig egy szembefordulást jelent, és aztán visszavételét, ha szerencsénk van, visszavételét annak, amivel
szembe fordultunk. Ennyit mondanék elsőre. Hát Andrással ellentétben én apró mozaik kockákat sorakoztatnék fel. Ugye most a felvétel számára mondom, hogy Uzonkafürdőn vagyunk, és én innen 1000 kilométerre születtem. Tehát egy egész más tájegység, közelebb Bécshez, mint Budapesthez. András 57-es, én 54-es vagyok, neki az 50-es évekről még annyira emlékei nem lehetnek, bár ahogy mondtad, hogy 4 éves korodban megígérted, hogy megírod. Az első kis mozaik kocka az, hogy felébredek, 5-6 éves lehetek, kinézek az ablakon, és 2 rendőr jár a házunk előtt, és csak a mi házunk előtt jár, azon a 18-20 méteren. És édesanyám reszket, és remegve kéri édesapámat, hogy jegyezzen békekölcsönt. Mert aki nem jegyez békekölcsönt, azt elviszik. Tehát minket nem internáltak, vagy nem édesapámat börtönbe nem tették, mint nálad volt, vagy az édesanyádnak nem kellett lucernából készíteni, ahogy láttam a darabokban, de azért volt mellette pirítós kenyér. Mi egy kicsit jobb helyzetben voltunk, de a félelem, a kiszolgáltatottság. És apám jegyzett békekölcsönt, és akkor utána 5-6 nap után a rendőrök már nem jártak a házunk előtt. De ezután néhány hónappal talán kanalazzuk a paradicsomlevest, ez a másik emlékkockám a konyhánkban, mert édesanyám otthon volt, és a 4 gyereknek minden nap friss étel került az asztalra. Úgy mentünk haza óvodából, iskolából. Égtelen kiáltásokat hallok, lónyerítés, kiszaladok a verandára, és látom, hogy ugye az utcánk Sáros utca volt, hogy beragadt egy szekér tele tűzifával, és iszonyúan veri ostorral a kocsis a lovát. És akkor elszorult a szívem, és kiáltottam, hogy ne, 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 de az még jobban verte, mert nyilván a szegény pára nem tudta kihúzni a sárból a szekeret. És akkor belém hasított valami, amit ugye az emlékeink, érdekesek az emlékek, mert egy emlék megmaradt, ki tudja, hogy miért maradt meg ez az emlék, de csak később jövünk rá talán, hogy miért, mi ennek a tartalma. Ennek az volt a tartalma, hogy az én gyerek szívembe belém hasított, hogy ezért jövünk mi a világra, hogy verjük egymást. Vagy ha valamit nem sikerül megoldani, az erőnek erejével kell elérni. Mert a lóba valahogyan én behelyettesítettem az embert. Vagy megéreztem azt, hogy itt nem csak a lovakat verik, hanem sokkal jobban az embereket is. A harmadik mozaik kocka, hogy megint leves kanalazunk, de nem paradicsom leves, hanem az valami ünnepi húsleves szerűség lehetett, és csengetnek. Megint én szaladtam ki a verandára, és ott állt egy nagyon alacsony férfi, levette a kalapját. Most előttem 7-8 éves gyerek előtt levenni a kalapját egy idős embernek. És mivel ünnepnap lehetett, nem tudom, hogy most vasárnap volt, vagy húsvét, vagy karácsony, kellemes ünnepeket kívánok. Bementem édesanyámhoz, és mondtam, hogy a szívem szotty van itt. Mert édesanyám így nevezte a városunkban, egy ilyen ember volt, aki mai szóval talán hajléktalan, de hát akkor nem voltak hajléktalanok, akkor vagy internáltak voltak, vagy börtönbe tették, de biztos helyre tették az embereket. Tehát az ilyen szempontból jó világ volt, mert hajléktalan nem lehetett. Azt mondja, fiam, itt van 2 forint, hát ez most nem tudom kifejezni milyen kis pénz, de hát akkor nagyobb pénz volt, és add a kezébe. És akkor ő nyújtotta a kezét, és én mentem hozzá közel a verandáról, mentem le a kerítésünk felé, és beletettem a kezébe a 2 forintot, de valahogy megint miért maradt meg bennem ez az emlék, hogy ezért születünk a világra, hogy emberek így éljenek? Vagy mi az emberi élet? A kiszolgáltatottság, vagy a védtelenség, vagy a megalázottság? Hát néhány évvel ezelőtt elgondoltam, hogy meg kellene írnom nekem is, hogy milyen történetek hogyan szegélyezték az életemet. Ugye Pilinszky mondja, hogy az ember élete nem más, mint figyelmének története.
Ezt egy nagyon nagy mondatnak tartom. Az ember élete nem más, mint figyelmének története. Tehát mire figyelünk? Mi marad meg? Mi mélyül el bennünk? Mi formálja ki aztán később az egyéniségünket? Nem akarlak benneteket untatni, de egy negyedik történet még ide kívánkozik. Az 17 éves koromban történt, gimnazisták voltunk, negyedik osztályosok pályaválasztás előtt, és a következő évben nekünk el kellett dönteni, hogy hova adjuk be a jelentkezést. De a negyedik évfolyamban, épp abban az évben, a 70-es évek elején, épp a mi nemzedékünknek vezettek be egy új tantárgyat. Lehet, hogy Romániában nem volt ilyen tantárgy, de nálunk 71-től volt egy ilyen tantárgy, az a cím, hogy világnézetünk alapjai. Amely azt tűzte ki célul, hogy az állam számára hithű, materialista embereket nevel, vagy akkor mondták a történelmi és dialektikus materializmusnak és a marxizmus-leninizmusnak legmegalapozottabb embereit kell nevelni, már érettségire. És bejött egyszer egy nagyon nagy testalkatú tanár úr volt, meggyőződéses kommunista volt, letette az osztálykönyvet, és azt mondja, hogy a következő órán, ez keddi nap volt, valakinek fel kellene készülnie arról, hogy miért is élünk, Isten nincsen, ilyen marhaságokkal ne foglalkozzunk, az ember maga van, mi megismerjük a történelmet, a természetet, mi felépítünk egy új világot, nem egy ilyen babonás régi világot, mint a középkor vagy a kora újkor. Na, kivállalja a gyerekek ezt a kis előadást ezzel a címmel, hogy nincsen Isten. 22-en voltunk az osztályban, 18 lány. Először a lányokhoz ment, mert nagyon udvarias volt. A lányok úgy húzták be a nyakukat, mindenki nézett mindenféle helyre. Dolga végezetlenül tanár úr átjött, a négy fiú az egyik padsor végén ült. Mindegyik osztálytársam édesapja pártag volt. Hát nyilván először ő előttük állt meg, de azok is a lányokhoz hasonlóan viselkedtek. Rólam egyedül tudták, hogy én templomba járok, ugye katolikus családban születtem ott Mosonmagyaróváron. Megállt előttem, és azt mondta, na Reisinger, péntekre maga fogja előadni ezt a témát. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, kettől péntekig, az a legtágabban mérve is három nap. Bevetettem magam a könyvtárra, két könyvtár volt a városban, tehát ezt addig is gondolkoztam a kérdésen, de mondom, hogy egy ütőképes kis előadást tartsak, azért mégiscsak lexikonokra, könyvekre, mi egyébre kell majd hivatkoznom. De hát kis gyermeki szívem, mert 17 éves korban én még kis gyermek voltam, ez is annak a világnak egy csodálatos vonása volt. Amellett, hogy nem voltak hajléktalanok, hogy mi gyerekek voltunk még 17 éves korban is, mint mondjuk itt a mai 17 évesek már hozzám képest kész felnőttek, de mi akkor gyerekek voltunk, mintha 10-12 évesek lettünk volna. Szívem minden ártatlanságával fölálltam, bejött a tanár úr, pénteken letette az osztálykönyvet, megdörzsölt a óriási nagy tenyere volt, hogy most egy szép előadásunk hallani. Én rossz emberismerő voltam, mert a gyerek rossz emberismerő, a gyerek mindenkit jónak lát. Úgy gondoltam, hogy a tanár úr jó kedvében van, és én is őszintébb lehetek a kelleténél. Fölálltam, és azt mondtam, hogy tanár úr, három nap állt rendelkezésemre. Tehát az emberiség legnagyobb bölcsei évezredek óta körözik ezt a kérdést. Hát én nem tudtam három nap alatt olyan kielégítő dolgozatot összehozni. Igen, ő közeledett felém, így dörzsölt, tehát igen, mosolyra váltott az arca. Hát mondom, nagyon rossz emberismerő voltam, ebből azt a következtetést mondtam, hogy örül annak, hogy legalább ezt őszintén bevallom. Rátettem még egy lapáttal, azt mondtam, de ha valamit már kellene bizonyítani, mondom, Voltaire is azt mondta, pedig Voltaire kemény istentagadó volt, hogy ha van óra, akkor kell, hogy legyen órása. Igen, maga ezt mondja, de akkor már a hátam mögött volt az óriási tenyere a tarkómon, megfogott, lenyomott a padra, és elkezdte hirtelen, mint egy aranyballadában, amikor a legnagyobb csönd után jön a legnagyobb tornádó,
elkezdte a fejemet így beleverni a padba, és akkor már üvöltött. Ez precedens. Mit képzel? Szentelen. Nem erre bíztam meg. Ez olyan, mint az ellenforradalom. Nemrég volt 56. Mit szólnak ehhez? Új tantárgyat kaptak, és ahol elmesélem ezt a történetet, mindenki csak úgy álmélkodik, hogy volt egy ilyen világ. Na de volt ennél külön világ is, nem? Mert a te világod, ott nem a padba verték be a fejed, hanem ott azért más csináltak az emberrel. Na néhányszor így beleverte a fejemet, üvöltött, és közben aztán mint az ázott békát megfogott, odavitt az osztályterem ajtajához, kinyitotta egy kiválót, és azt mondta, menjen az igazgatóhoz, és iratkozzon ki a gimnáziumból. Bevágta az ajtót, hallottam a hangját még bent, hogy üvöltözött, hogy remélem, hogy nem lesznek orcátlanok, mint az osztálytársuk. Hát én nem mentem az igazgatóhoz, őszintén szólva, olyan sok hatás volt, ilyen novemberi napon történt, és ott a fűtőtestnek támaszkodtam a folyosón, hallgattam még az üvöltözést, aztán óra vége lett, jön ki a tanuló, látja, hogy én ott vagyok, nem mentem el, behívatták édesanyámat is, hogy hát a gyerek milyen szemtelen és milyen arcátlan, és bár én beadtam a jelentkezésemet a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, minden diákról volt egy káderlap, amin a gimnázium ráírta arról a diákról, nem csak hát, tantárgyak szerinti, hanem erkölcsi megítélés szerinti véleményét is. Én nem tudtam, de amikor... amikor én felvételiztem, 3 évvel a felvételim után merte elmondani egy professzor, aki a bizottság tagja volt, hogy elég jól felvételiztem, de hát nem úgy, mint a Párizsba tanult diplomata gyerekek, magyar-francia szakra jelentkeztem. Azt mondja az érettség, azt mondja a felvételiztető bizottság elnöke, hogy hát ez a vidéki gyerek, a rendes gyerek, ez sok mindennek utána nézel, mit ír róla a saját gimnázium? Hozzák elő a káderlapját. Rohant ugye a Kiszista, az ideológiai munkás hozták, átfutott azt, hogy a saját gimnáziuma azt írja róla, hogy semmiképp nem javasolja tovább tanulás, semmiképp. Akkor ezért felvett. Hát ezért nem szülővárosomban sepregetem az utcát, hanem itt ülök a Liszky Andrással. Nem biztos, hogy jobb változat. Nem biztos, hogy jobb változat. Igen, ez is a történetekhez tartozik, de én ezt a 4 mozaikot vettem elő, hogy érezzétek, hogy én milyen világból jöttem. Az előbb már említetted, András, hogy nagyon sok mindent kipróbáltál, vagy folyamatosan művelsz nagyon sok mindent. És akkor a következő kérdésem az lenne ezzel kapcsolatos mindkettőtökhöz, hogy az értelmiségi lét, ugye ez egy nagy kerek egész, de hogyha mégis megpróbálnánk szeletelni, és szeletekre vágni, akkor melyik az a szelet, amelyik a leginkább kiteljesít téged, vagy ami leginkább fontosabb neked? És ugyanez a kérdés Jánoshoz is, hogy előadóként, vagy művészetfogyasztóként akár. Továbbiakban könnyebb kérdésekre vágyunk. De, érted? Próbálok felnőni. De már ott vagy. Azért nehéz a kérdés, mert én a létezés szakmában vagyok érdekelt. Ezt ugye mondtam már máskor is, mert rátaláltam erre a formulára egyszer, ami azt jelenti számomra, hogy
Tehát ezt az augusztinuszi, Szent Ágostini formulát jelenti számomra, hogy, hogy mi az, ami leginkább érdekel téged, és akkor ő azt mondja, hogy a leginkább engem a lélek kérdése érdekel. Az érdekel téged? Igen, az érdekel a leginkább a lélek. Ami nem egy egyszerű kérdés, ugye, mert ha a lélek kérdését mérlegeljük, akkor az felment bennünket az alól, hogy az öröklét kérdését mérlegeljük. Mert ha van lélek, akkor van örök élet. Ha nincs lélek, akkor nincs miről beszélni. Ez egy ilyen egyszerű formulává lett számomra. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, persze megint csak azt mondom, hogy egy ilyen mezítlábas, bizonyos dresszkódoknak nem megfelelő megállapítás, hogy, hogy tulajdonképpen a művészet története, vagy az irodalom története, vagy a kinyilatkoztatás története, tulajdonképpen a léleknek a története. A lélek bizonyításának, vagy a lélek hiányának a története egyszerre a kettő. És ezért én azt hiszem, hogy mindenben, amit csinálok, előbb-utóbb ehhez a kérdéshez érkezem meg. Nagyon fontos számomra az emberi szenvedésnek, hogy visszakapcsoljak Jánoshoz, az embernek, az egyes embernek, vagy közösségeknek a szenvedésének a kérdése, hogy, hogy ennek milyen fajta üzenete van. Ugye eddig tudtuk azt a filozófia történetben, hogy létezik egy torinói ló, ami alapvetően befolyásolta Nietzsének az életét. Nietzsche-ről is azt tudjuk, hogy vernek egy lovat Torinóba, és ő elveszíti az eszét. Mától ezt is tudjuk, hogy van egy Moson magyaróvári ló is. Ez egy nagyon-nagyon fontos tudás. Mert ő ölelgethette a lovat, igen, én nem. Ezt tudjuk, hogy ő átölelte a lovat, és nem tudja feldolgozni az állatnak a szenvedését. Az első megszólalásomból ugye az is következik, hogy én számomra egy testi tapasztalattá vált az, hogy, hogy a bibliai elbeszélés az az én történetem, mert az első tapasztalatom az a fogság, és aztán a szabadítás történet. De a szabadítás történet számomra nem az, hogy elengednek bennünket abból a lágerből, ahonnan elengedtek. Ugyanis amikor elengedtek bennünket, akkor nem volt hova mennünk. És az anyám azt mondta nekünk, hogy ott fogunk maradni. Ugye az apám a börtönben, de hova menjünk? Semmink nem volt, de abszolút semmink nem volt. Nagyon sokszor átéltem azt, hogy, hogy könyvtárunkat elkobozzák az apám, tehát a szüleim házában is, és aztán a saját albérletemben is megtörtént ez. És nagyon megtanított ez engem, hogy tárgyakhoz nem ragaszkodunk. Nem ragaszkodunk tárgyakhoz, gondolatunkhoz ragaszkodunk. A szellemvilágban való létéhez ragaszkodunk, az adja meg az identitásunkat. Nem a ugye mi hajlamosak vagyunk ilyen tárgyi reprezentáció révén a saját identitásunkat demonstrálni. Persze ezek fontos dolgok, de humorral tegyük. Tehát ezt nevessük is ki egyszer s mind. Ha az értelmiség létre gondolok, akkor én az értelmiség alatt ma már egy kicsit más jelent ez a szó, mint a 80-as években vagy 90-es években. Alig használom egyébként, én nem nagyon használom ezt a szót. Akkor én azt az embert gondolom alatt, aki a létezés szakmában érdekelt. Aki alapkérdéseket tesz fel magának, köszönöm szépen, magának, a környezetének, aki számára a szellemi kultúrában való létezés nagyon fontos. És ez nem a diplomának a kérdése. Rám nagy hatással volt egy olyan ember, akit mi a saját körünkben paraszt profétának neveztünk. Őt Pap Anti bácsinak hívták, ő valóban földműves volt, és valóban szó szerint, de szó szerint értsék, vagy értsétek,
szó szerint akadémikusok jártak hozzá beszélgetni és a közelében lenni. Ő a szóbeli bölcsességnek volt egy nagy-nagy személye közöttünk. És én egyébként, ez egy parasztember volt, én a Biblia magyarázatait hallgattam. És jártam hozzá azért, mert egy nagyon érdekes ember volt, és éveken át azt mondtam magamnak, hogy össze-vissza beszél, de valami miatt ez érdekel. Hogy valami miatt ez fontos nekem. De biztos, hogy össze-vissza beszél, ilyen... Tehát nem volt szisztematikus rendszer, de amiben beletalált, ott viszont nagyon ül. Nem volt szisztematikus, és nagyon poétikusan, csak hogy én ezt abban a koromban éppen megvetettem. Nagyon, és egyszer csak, és ezek a legfontosabb momentumai az ember életében, mikor egyszer csak áthatja a megértés. És a megértést én nem egy mentális eseménynek tartom, hanem egy testi tapasztalatnak tartom elsőrendűen, mert mentálisan nem is tudjuk még akkor fölfogni. Hogy. És az volt az érzésem, hogy mindent értek abból, amit ő csinál, és hogy ilyen fantasztikus költővel én nem találkoztam. És kapáltam vele együtt, igen, a saját kertjébe, és nagyon jó érzés volt a közelében lenni. És akkor mutogattam neki a verseimet. Ezek bocsánatos bűnök, azt hiszem, az én életemben. Tehát ilyenkor, mikor valaki azt mondja, mint Ágnes, hogy engemet olvasott a leginkább, akkor megnyílik alattam a föld. De nem azért, mert szerint vagyok, hanem azért, mert sokkal jobb szerzőket ismerek. Nem vagyok a kedvenc szerzőm. De túl sok a szerző már, nem? És hagyjuk meg, hogyha valakinek van legalább egy szerzője, legalább abba mélyüljön el. Tehát igaza van az Ágnes. Lehet, hogy most Homéroszól kezdve 5000 szerző olvashat, és nem titok, hogy ezek nagyon nagy szerzők, nem? Aiszkürosz nem nagy szerző? Megkerülhetetlenül Sophocles nagy szerző. Sophocles azt mondja a Babits, hogy az egész világirodalom legnagyobb egyénisége. A 7 megmaradt darabjával a 107 közül. És még Euripidész is nagy szerző, de még Vergilius is nagy szerző, és Dante is nagy szerző, és 5 ennek állítottak szobrot, Homérosznak, Dantének, Goethének, Puskinnak és Petőfinek, és sajnos mind fölöttünk van. Na de hogyha ha benned talált visszhangra valami az ő kereséséből, hagyd meg neki ezt. Hogy a viski legyen neki a nagy szerző. Jó, Ágnes, azért mégis ezt a listát is fontolgass. Azt ezt is fontos. Jó, akkor egy ilyen kompromisszumos úton haladunk. Persze, értem én ezt, és... tulajdonképpen, de én hangsúlyozom, hogy ezt nem szerénységből mondom, hanem azért mondom, mert talán egy önismeretből is mondom, meg Papanti bácsinál maradtunk, hogy megmutattam neki a verseimet. És mondom, hogy tanulatlan ember volt, de, és mindig elolvasta a verseimet, és ugye rám nézett, és azt mondja, András, nem értem, de téged értelek. És akkor ez megint nagyon fontos volt nekem, hogy nem választható el a kettő valamiképpen egymástól, és nagyon felelőssé tett engem a tekintetben, hogy hogyan nyilatkozom meg, mi az, ami kikerül a kezem alól. Aztán persze kikerülnek dolgok a kezem alól, és nem kell több, általában 2,5 nap és kétségbe esem, hogy ezt miért kellett publikálni. Már tulajdonképpen visszavonhatatlan. Még egy dolgot mondanék ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, mert nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon erős ennek a társadalmi
visszhangja, hogy én az értelmiségi létet a jelentős beszélgetésekben tudom definiálni. A jelentős beszélgetések, amire törekedni kell. Ugye tegnap beszélgettem Jocóval meg Ágnessel a kertjükben, hogy de a jelentős beszélgetés alatt mit értek? Azt értem, hogy arra kell törekedni, hogy a környezetünkben és beszélgető társaink között mindig legyenek olyanok, akikkel radikálisan nem értünk egyet. Az értelmiségi lét azt jelenti, hogy nem csak az önmegerősítő beszélgetések irányába megyek, hanem az engemet megpróbáló beszélgetési irányába megyek. Tehát folyamatosan olyan nyelvekkel, olyan jelentésekkel szembesítem magam, amelyeket kevéssé ismerek, amelyek idegenek számomra, amelyek szoktam mondani, engem egyszer csak meztelenné tesznek. Vagy látom, amit egy alkotó embernek végképp tilos, hogy konzervekkel állok elő, konzervmondatokkal, vagy... De nem, mert ha létezik lélek, akkor mindig valamilyen értelemben annak a jelen időnek, ennek a jelen időnek a megvalósítása a feladatunk. És mindig ez a legnehezebb. És megint csak az augusztinuszi, a Szent tanításhoz, aki nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon szeretem őt, térnék vissza, aki azt mondja, hogy mi az idő, ugye a klasszikus kérdés feltevés, és neki erre a válasz a micsoda? Ha kérdezik tőlem, nem tudom a választ. Ha nem kérdezik tőlem, akkor tudom a választ. Tapasztalom. És itt ő a jelen időről beszél. A jelen idő az nem tudható, az csak megélhető, megtapasztalható. De azt tesz bennünket emberré, hogy olykor a jelen időben részesülünk. És ezért fontos a művészet általában. És ezért fontos a költészet általában, mert a költészet a nyelvi határokat feszegeti mindig. Ugye a művészet is, tehát a mondhatatlant feszegeti mindig. Miért? Mert belehez bennünket egy jelen idő tapasztalatba. Csak a jelen idő tapasztalat mutatja fel a saját identitásunkat. Ez a jelen idő tapasztalat vagy a kinyilatkoztatás ideje, de én azt hiszem, hogy a jelen idő tapasztalat ez az utolsó, ami az embernek megvan. Még ez a szerelem ideje, azt hiszem. A jelen idő tapasztalat. Igen, ez a szerelmi együttlétnek az ideje, amikor két ember lesz egy ember. Ez a jelen idő. Amikor két ember lesz egy ember, amikor valami olyasmi valósul meg, amiből óhatatlanul ki kell szakadni, és bele kell zuhanni a múlt idő és az olyan jövő időnek a szakadékába, ez egy képzavar, lehet, hogy a jövő idő nem szakadék. A múlt idő szinte biztos szakadék, de nem is tudom, hogy mi a jövő idő, ami bennünket kiszolgáltat önmagunknak. Számomra ez jelenti az értelmiségi létezés, hogy nem zárja ki a világ egész lehetőségét. Nem zárja ki a teremtettség lehetőségét. Nagyon is sok okunk volna arra, hogy van arra, hogy kizárjuk, de nem zárja ki, megengedi ennek a lehetőségét, tehát hogy egy nagyon is tágas világban él, és ebben a nagyon is tágas világban sok embernek van otthona. Hát, hogyha most az idő filozófiájáról beszélgetnénk, mert milyen érdekes, hogy rám is nagyon nagy hatással volt Augustinus 16-17 éves koromtól fogva, de egy verssel kezdem, ráismertek-e? Szerelem a jelené, múlt és jövőjé a barátság. Szerelem a jelené. Múlt és jövői a barátság. Ugye erről beszéltél. Ki írta ezt? Tessék? Így van.
Petőfinek ez az első egysoros verse, még egy egysorosa van, amit Kolozsvárt írt. Geniális. Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Két egysorosa van Petőfinek. Én is nagyon mélyen érintve éreztem magam Augustinusszal, de az én sorsom az lett, hogy ki kellett gyógyulnom belőle. Azt mondja Kurszell, aki nagy művet írt Augustinusról, hogy olyan meghatározó Augustinus az európai szokványos kultúrtörténetben, hogy nagyobb a hatása, mint a Bibliáé, vagy bárki másé. Gondoljuk meg ilyen, hogy eredendő bűn, ezt ő vezeti be. Ez az idő filozófiája, mint a vallomásokat befejeztem, még három könyvet ír az időről utána. Na de én is ide fogok elérkezni, de hogy Áginak válaszoljak. A mi nemzedékünknek, most mondom a fiataloknak, úgy tanították, hogy vannak parasztok, vannak munkások és vannak értelmiségiek. Ugye körülbelül idősebbek erre emlékeznek. Én ezt a felosztást soha nem tudtam elfogadni. És éppen olyan szempontból nem, ahogy az András is mondta, én valahogy az embert nem a társadalmi helyzeténél fogva látom a legdöntőbben meghatározottnak. Tehát, hogy most anyai ágon mi paraszt család vagyunk, apai ágon hajós, kereskedő család vagyunk. Három testvérem van, mindegyik más foglalkozás tűz. Eszembe se jut például, hogy egyik nővérem vegyész, a másik adminisztrátor, a bátyám az egyetemi tanár, agrármérnök, én irodalomtörténész lettem. Soha nem jutott eszembe az, hogy én hogy társadalmi helyzet alapján gondolkozzak egy emberről. Tehát itt ebből a szempontból Tolsztoj János vagyok. Tolsztoj, amikor visszavonult Jásznája poljánál, és maga szántotta a földet, és vagy csizmában, vagy mezit láb, és lemondott a cigarettáról, alkoholról, kártyáról, nőzésről, és azt mondta, hogy végre tudom, mi az emberi létezés, és Jásznája poljána két legidősebb muzsik emberétől nyerte a bölcsességét, amit főleg a kései műveibe épített be. Tehát én azt gondolom, hogy az az ember, aki hitelesen megéri az emberi sorsot, az nem mint paraszt, nem mint munkás, nem mint értelmiség éri meg, hanem mint ember éri meg. Az értelmiségnek olyan szempontból óriási feladat lenne, hogy azok számára, akiknek nincs annyi idejük olvasni és művelődni, azok számára közel vigye a lelki-szellemi kultúrát. Például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Tolsztoj mit tartott a főművének? A háború és békét? Az Anna Kareninát? De még csak nem is a feltámadást, vagy az Iván Ilics halálát, hanem azt tartotta a főművének, amin ez az orosz cím, hogy Krug Stenya. Ezt háromszor adták ki magyarul, ez szó szerint annyit jelent, hogy olvasókör, de ilyen címmel jelent meg mindig magyarul, hogy mindennapra. Azt mondta Tolsztoj, hogy minden nap kell valami lelki-szellemi táplálék az embernek, és akkor kezdő január 1, egy közmondás, egy szállóige, egy rövid történet, egy bibliai példázat, egy elmélkedés, egy elbeszélés, hogy minden nap, hát minden nap azért eszünk, iszunk valamit, hogy fönnmaradjunk, hát a lélek, lelket nem kellene táplálni, hogy gondolkozzék is. Hát nagyon egyetértek András, és egy csodálatos megfogalmazás ez, hogy az ember elsősorban a gondolataiban ember. Ez Bölcs Salamon így mondta, hogy ahogy gondolkodik az ember, az ő maga. Ezt is egy nagyon nagy mondásnak tartom, hogy ahogy gondolkodik az ember, az ő maga. A Pascal is azt mondja, hogy minden méltóságunk a gondolkodásban van, helyesen gondolkodni, ez lenne minden embernek a feladata, és olyan borzalmas, hogy a mai tömegtársadalomban nem a helyes gondolkodásról, egyáltalán a gondolkodásról akarják leszoktatni az embereket. Ezért vagyunk ilyen elállatiasodott, így mondják, hogy fogyasztói társadalom, de hát ez olyan, mint a medve, amikor kimegy, hogy mit talál, azt megeszi. Tehát körülbelül ez a fogyasztói társadalom. Na most Augustinustól én nagyon sokat nyertem, de később kezdtem látni, hogy Augustinus nagyon sokszor elspiritualizálja,
és okoskodás tárgyává teszi a dolgokat. Tehát amúgy is egy nagyon, lehetne egy külön Augustinus tábort rendezni, mert tényleg az egész európai kultúrára ráveti az árnyékát Augustinus. Én nem akarok most itt erről sokat beszélni, én csak az én kivezető utamat hadd jelöljem meg. Ugye András azt mondja, hogy a lélek. Ki az ember? Mi az ember? Van egy nagyszerű magyar vers erről, nem tudom, hogy ismeritek-e, érdemes elolvasni, Bessenyei György önmagához című verse. Egy 18. század végi vers. Csupa kérdés, hogy miért vagyok, miért? De hogyha nem akartok ilyen hosszú verset olvasni, akkor nagyon ajánlom nektek Petőfinek 12 sorát, amit én minden magyar gyerekkel megtanítatnék. Mert ez a 12 sorban benne van az élet összes nagy kérdése. Így kezdődik. Petőfi Bölcselkedés és Bölcsesség című versének az elejét fogom idézni. Teremtve van-e a világ? Vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor a semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövünk? Hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? 12 sor tele kérdés. Én azt hiszem, hogy minden embernek ezekkel a kérdésekkel, amúgy is szembet kell néznie, de milyen jó lenne ez módszeresen és tudatosan szembenéznie. Augustinus engem rettenetesen megkevert, amikor aztán láttam már, hogy ő hogyan próbálja a platonizmust, a neoplatonizmust, az akadémizmust, a sztoát, a kereszténységet, tehát Augustinus egy nagy szinkretista gondolkodó, mert nagyon nagy egyéniség volt, és az egyénisége nagyobb, mint hogy következetes lett volna a gondolkodása. Én a következetes gondolkodás egy könyvben találtam meg. Más könyvben nem találtam meg. Ez a Biblia. És Augustinushoz képest óriási változásokra és különbségekre lettem figyelmet. Csak egyet hadd mondjak nektek. Erre a kérdésre, hogy mi az ember, eltennek évtizedek, és az emberek nem találják meg a választ. Augustinus is úgy kezdje egyébként a Vallomások című, hát egyik főműve, mondjuk más a Zsoltár magyarázatok, a De Civitate Dei, meg mellett a Vallomások, meg hát nagyon olvasott mű, úgy kezdi, hogy az emberek tanulmányozzák a csillagokat, tanulmányozzák a világmindenséget, mindenről tudni akarunk. Csak éppen az marad rejtve előttünk, hogy mi kik vagyunk. Hát kik vagyunk mi? Ismerjük a csillagrendszereket, fizikai, kémiai, biológiai törvényeket, csak azt nem tudjuk, hogy mi az ember. Ugye a platonizmus egy hagyományos dualizmussal, tehát test-lélek szembeállásával írta le az embert, Augustinus ezt nagy mértékben átvette, a Bibliában én egész más találtam. Én a Bibliában három dolgot találtam az emberről. És ezt a három fogalmat tanítottam is a tanítványaimnak, amikor ezt felfedeztem. A Biblia azt mondja, hogy mindannyian öröklünk egy bizonyos természetet az életünkben. És mindannyiunk természete önző. Magyarul rossz. Ezt Augustinus ugye eredendő bűnnek nevezte, de a Bibliában ilyen kifejezés nincs, hogy eredendő bűn. Ettől mindenkit óva intenék, mert a Biblia azt mondja, hogy amikor egy gyerek a világra jön, egy csecsemő, ártatlan. Bűne nincs. Ártatlan, de nem romlatlan. Ami annyit jelent, hogy a legkezdetibb időktől fogva kifejezi az akaratát. Tessék? Az önzőség miért? Tessék? Az önzőség miért rossz? Azért rossz az önzés, egyszerű dolog miatt rossz, mert az a valaki, aki önző, magát fölébe helyezi a másiknak, akitől ugyanúgy várhatná azt, hogy ha ő fölébe helyezi magát nekem, akkor az élet szakadatlan háború.
Tehát nem azért vagyunk teremtve, hogy egymás sörébe helyezzük magunkat, hanem azért, hogy egymás segítsük. Tehát, hogy egyenlők legyünk. Tulajdonképpen a Bibliában találtam meg egyedül azt, hogy ha azt mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, és ő szeretetre teremtett, a szeretetnek a lényege az, hogy senki ne helyezze fölébe magát a másiknak, ismerje el a másiknak a szeretetre és a boldogságra való vágyakozását. És ebbe segítse. A másik törvény, amit Isten nem teremtett, amit mi beengedtünk a világ mindenségből, mert a mennyben bekövetkezett a fölteremtés előtt már a lázadás, ez az, hogy valaki, méghozzá az angyalok fejedelme, kitalálta azt, hogy nem jó az, hogy egymást azonosnak tartjuk, illetve hasonlónak tartjuk, hanem mindenki magát tartsa nagyobbnak a másiknál. Nekünk most ez a másik dolog sokkal kézenfekvőbb, te is rögtön megkérdezted, hogy miért rossz az önzés. Hát nekünk így tanítják már 200 éve. Hát Rousseau azt mondta, hogy az értelmes önzés. Akkor Darwin azt mondta, hogy hát a faj fenntartás, hát fenn kell tartanom magamat, hát azért vagyok önző, mert enne meg innom kell. Még a magyar költő is azt mondja, hogy ehes, ihas, ölelhes, alhas, és a mindenséggel mérd magad. És ez belénk csepegtette az elmúlt 200 év főleg, de persze az előtt is, hogy tulajdonképpen az önzés, hát az egy létadottság az önzés. A Biblia azt mondja, hogy ez egy léttévesztettség. Tehát Isten nem erre teremtett bennünket, hogy egymás fölébe kell, egymást lenyomjuk, egymásnál nagyobbnak tartsuk magunkat. Tehát az első dolog, hogy Ádám és Éva Isten kezéből nem így került ki, mint hogy mi most a világra születünk. Mi most a világra úgy születünk, hogy a gyerekben az első megnyilvánulásaitól fogva ez van meg. Tehát, de ezért én bűnösnek nem mondja a Biblia. Mondom, hogy ártatlan a gyerek, ki tudja mennyi ideig, de nem romlatlan. Tehát én ezt a Bibliából tanultam meg, de elmondom, jó, és akkor majd utána. A három dolgot hadd mondjam el gyorsan. Tehát egyrészt van egy adottság, ami egy hozomány. Tehát, hogy beültettek bennünket a kocsiba, de ez nem egy nulla kilométeres kocsi, amivel beleültettek bennünket, hanem ez egy elhasznált csotrogány, hogy jobbra fordítod a kormányát, és balra fog menni, és belevisz az árokba körülbelül. Tehát ezért nem én vagyok a felelős, egyszerűen ezt tudomásul kell venni, hogy így hagyományozzuk át az életet, hogy minden nemzedék már gyengít valamit az életen, és gyenge életet öröklünk, amit azzal teszek egyenlővé, hogy mindenkinek maga felé hajlik a keze. Na de, itt jön a második fogalom, amit azzal vezetnék be, hogy te nem ezzel vagy egyenlő. Mert nagyon sok ember azt mondja, hát én így születtem, ilyen indulatos vagyok, engem így fogadjanak, én sértődékeny vagyok, én hiú vagyok, én kapzsi vagyok, én így vagyok. Ez a természetem, apámtól, anyámtól, így örököltem az őseimtől. De ez nem igaz. A Bibliából tanultam meg, hogy van egy rossz természetünk, amit öröklünk, de van egy belső emberünk, amit a Biblia nevez szívnek is, léleknek is. De én ezt a szót használom, Pál apostol használja nagyon gyakran, hogy belső ember. Tehát van egy külső emberem, és van egy belső emberem. A belső emberemben a lelkiismeretem, az értelmem, döntési képesség, akarat, stb. És a belső emberemmel én felülbírálhatom az öröklött természetemet. Minden ember önzőnek születik. De mégis az emberek vagy megerősödnek az önzésben az életükben, vagy legyőzik az önzésüket. De mindannyian ugyanúgy önzőnek születünk. Nincs ember, aki ne születnék önzőnek, ez mindenkinek felhívnám a figyelmét, csak esetleg ott van különbség, hogy egyik embernél a szög jobban itt bukik ki a zsákból, mondjuk, hogy inkább hiú, mint irigy lenne, vagy inkább indulatos, mint sértődékeny lenne, de minden ember rossz természettel születik. Tehát a Biblia tanított meg engem arra, hogy nincs jogom azt mondani a másik ember, hogy nehéz eset, meg nehéz természet, mert én is nehéz eset vagyok, csak másféleképpen. Mindannyian nehéz esetek vagyunk. A te főművedben az egyik legnehezebb eset például az ügyvéd. Nem? Ha jól olvasom. És András, ezt, hogy mondjam,
Ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy a Júliában ezt az ügyvédet felvonultatta. Mindenki ezt csinálta, például Dosztojevszkij is a bűnhődésben, hogy három nehéz esetet állítanénk, egy iszákos embert, a Marmeladovot, azzal kezdődik, utána a jó polgárt, aki szépen mindent berendez, csak a másik embert állandóan kényszeríteni akarja, ez a Luzsin, és van egy démoni figura, a Svidrigailov, és ezért a világirodalom egyik legnagyobb regénye a bűn és bűnhődés, és hát e fölött van egy más világ. Na, visszatérek, tehát a három fogalmat gyorsan mondjam el. Tehát öröklünk egy rossz természetet, de én nem ezzel vagyok azonos. Ha az életemben kezdem felismerni, hogy milyen önző vagyok, és elkezdem a harcot ezzel, akkor nem még önzőbb ember leszek, ha felnövök, hanem lehetek önzetlen ember is. És a harmadik fogalom a jellem. Kivé leszel, mert az ember valamivé válik. Az ember ide születik a világra, és a legnagyobb cél, hogy mondja Arany János, nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítsék, legnagyobb cél pedig a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Tehát tulajdonképpen akkor mi ez a három fogalom? Egy rossz természetet öröklök, a rossz természetet persze tovább tetézik a rossz szokásaim, amiket felveszek. A döntő dolog, hogy a belső ember mikor fog megerősödni annyira, hogy felveszi a küzdelmet az öröklött természettel és a rossz szokásokkal, ezt a Biblia megtérésnek nevezi. Megtérés nélkül nincs igaz élet. Jézus újjászületésnek nevezte az első megtérést. Ha valaki újonnan nem születik, nem léphet be az én országomba, és itt a Földön azáltal lesznek mások az emberek, hogyha valaki elkezdi a küzdelmet a természetével, és elfogad külső segítséget, főleg olyantól, aki ismeri az embert, és aki az életét is adta az emberért, akkor ő vele, de csak is ő vele együtt legyőzhető a természet, és más ember leszel. Ez az, amit Rilke így mondott a híres versének a végén, az Archaikus Apolló Torzó című nagy versének a végén, Du musst dein Leben ändern. Neked meg kell változtatni az életet, vagy hogy Tóth Árpád fordítja, változtasd meg élted. Én először a filozófia történettől vártam a megvilágosodásomat, tehát én tényleg beszereztem a három kötetes Platont, eddig háromszor olvastam el, az, ami 100% Platon, Arisztotelésztől csak a 40% maradt fenn, azt is elolvastam, a Nikomakoszi Etikát, a világ filozófiai irodalma egyik legnagyobb alkotásának tartom. Azért mentem a filozófiából a költészet és az irodalom felé, mert azt láttam, hogy mélyebben ragadja meg az emberi problémákat, és azért mentem végül is a Biblia felé, mert ilyen mélységgel, végig gondolással, de hát ez nem véletlen, mert hogyha a Biblia Isten szava, akkor azért Isten csak jobban ismeri az ember életet, mint mi. És az én emberlátásomban ez a három bibliai fogalom azóta megkerülhetetlen. Rossz természettel jöttem a világra, rossz szokásokkal még tetéztem ezt az önzést, és így szoktuk tanítani, hogy olyan börtönben ülünk, amelyben az egyik rács a rossz természetem, a másik rács a rossz szokásaim, de a harmadik rács a rossz felfogásom, a rossz gondolkodásom. De a Biblia mondja el azt, hogy először a rossz gondolkodást lehet leépíteni, ez a megtérés, utána a rossz szokásoktól lehet megszabadulni, ez az életmódunk megváltozása, a rossz természetünktől nem lehet megszabadulni, az velünk együtt marad a halálunk pillanatáig, vagy az elváltozás, vagy elragadtatás pillanatáig, viszont az evangélium az, hogy a rosszat le lehet győzni.